Ülhetek elől? Persze. Szó se lehet róla. Na, csak most az egyszer. Azt mondtam nem. Adott, Tibi? Persze. Buzi után ne gőrjed. Semmi sütizés. Persze, semmi sütizés. Összepakoltál már? Tessék? A kirándulásra. Összepakoltál már? Ja, igen. Akarsz előre ülni? Igen! Akkor pattanj! Várj meg, mindjárt jövök. Eszállj ki, nem menj sehova. Rendben? Addig gondolkodj, hogy milyen sütit szeretnél. Hány sütit kaphatok? Amennyit csak akarsz. Megint csak turkálod az ételt. Nem vagyok éhes. Ugye nem volt sütizés? Nem. Biztos? Biztos. Vacsora után bepakolhatnánk a kocsiba. Most holnapra. Ne. Miért ne? Azt mondtad, mert összepakoltál. Fáradt vagyok. Ilyenkor fáradt vagy, de ha mennél Szabolcsóhoz az videójátékozni, akkor persze nem lennél fáradt. Jó, ha van, nincsen kedve, akkor majd bepakolunk holnap reggel. Na persze, mondja le te is. Nem ellent mondod, csak azt mondom, ha nincsen kedve, akkor majd holnap reggel bepakolunk. Jó.
Ennyit a közös nevelésről. Akkor bepakolom most. Légy szíves. Fáradt vagyok, inkább holnap reggel korábban fel. Jó, felkelek. Rendben. Mm. Holnap reggel. Rosszat álmodtál? Nem álmodtam semmit. Arról a kutyáról? Milyen kutyáról? Mindketten tudjuk, hogy miről beszél. Sok hülyeséget csináltál már, de ez aranyérmes. Megölni egy kutyát, aztán elásni a saját kertünkbe. Normális vagy? Csend legyen! Anyádat át lehet venni, de engem nem. Gonosz kis dög vagy. De az apád vagyok.
Anyának nem mondom semmit. Köztünk marad. Mert szeretlek.